Sziasztok! Ez a Pergamer Hány Szavak csatornája, és a mai videóban kitöltjük a fél évzeresi pánikteget. Elérkezett a fél év, és ahogyan szokás, most is jön a fél évzeresi pánikteg, amit valamiért ti is mindig vártok, meg igazából én is, mert egyrészt eszméletlen, hogy már eltelt fél év, de tényleg eszméletlen, hogy június van, amikor a január nagyon hosszú volt, még talán a február is, de hogy utána hova lettek a hónapok, azt én nem tudom. Szóval összegezzük azt, hogy ebben a fél évben mit olvastam. 49 könyvet olvastam, de abból volt néhány mesekönyv, amit úgy annyira nem is számítok bele. És nem is igazán ez számít, hanem hogy vastakönyveket olvastam sok oldalszámmal, 16.042 oldalt ebben a pillanatban. Ami tök jó, igazából csak az volt célom, hogy haladjak az itthoni olvasatlan könyvekkel, ami sikeres is volt, ahogy egy videóban láthattátok is, amikor erről beszélek. Így igazából erre az évre semmi nagy célom nincs, sőt, még a 100 könyv sincs kijelölve célnak, de egyébként már ez egy ideje nincs kijelölve célnak, egyszerűen csak valahogy sikerül mindig elérnem, és sok a szabadidőm, ezt valljuk be. És annyira nagyon kiemelkedő könyveket sem olvastam, de azért van egy-kettő, úgyhogy majd mindjárt ezekre rátérünk. Szóval ennyit a fél évről, nyugisan telt, és igazából semmilyen hatalmas célom nincs, amit el kellene még érnem, úgyhogy elég nyugisan olvasok mostanában. Az első pont a legjobb idei olvasmányod, ahova az észak és délt választottam, mert a januári hónapomat és az évem kezdését meghatározta ez az olvasás. Nagyon-nagyon jó könyv volt, van róla egy kibeszélőnk, ez egy klasszikus, és annak is nagyon örültem, hogy néhány klasszikust is bezsúfoltam végre az év elejére, mert ezekkel mindig el vagyok maradva kicsit. Hát ez egy nagyon jó olvasás volt, azt tuti. Második, a legjobb folytatás, amit idén olvastál. Nem sok sorozatot olvastam, de ami abszolút a legjobb folytatás, az az Elátkozottak királysága. Erről beszéltem az egyik összegző videóban, nem olyan régen, májusiban talán, és hát ez egy nagyon érdekes és izgalmas fantasy sorozat, aminek a második része engem nagyon megfogott. Az első kicsit ilyen bevezetés volt, de a második az nagyon jó volt, úgyhogy ezt mindenképpen ide kell hozzam. Friss megjelenések, amiket nem olvastál még, de szeretnél. Hát elég sok ilyen van, de mivel a könyvfesztiválon be is szerzem, vagy már beszereztem ezeket, amikor kimegy ez a videó, így erről nem beszélnék külön. Elsie Silver az egyik, akit Andi eladott nekem, és nagyon várom a találkozást az ő kötetével. Legjobban várt friss megjelenés az év második felére. Ez egyértelműen Holly Jackson új könyve, az 5 túlélő, ami, ha jól emlékszem, augusztusban fog érkezni. Nem is értem, miért kell annyit várni rá, de én türelmesen várok, mert nagyon szeretnék még az írónőtől olvasni. 5. Legnagyobb csalódás. Hát ide rögtön kettőt is mondanék, az egyik a baklövés, ami a The Deal-nek a második része, és nekem az elég nagy csalódás volt a The Deal után, de majd még fogom folytatni a sorozatot. Ez viszont még annál is sokkal-sokkal nagyobb csalódás volt, az Again But Better, ami nagyon-nagyon sok ideje várakozik itt, és egy borzadvány volt ez a könyv. Nem is akarok rá emlékezni többet, sőt gondolkodom, hogy eltávolítsam el ezt a példányt innen a polcaimról, mert csak a helyet foglalja. Egyébként meg egy nagyon jó kis, különleges anyagú kis, nagyon ilyen floppy, hát ilyen tipikus külföldi kiadás, ez egy angol példány. Nem volt jó. Nem. Legnagyobb meglepetés, hát ami most ide jön, az a sárga, amit hát nagyon-nagyon sokat beszélek a májusi összegzőben erről a könyvről. Egy követőmtől kaptam, nem terveztem olvasni, és rengeteget adott. Annyi gondolatom támadt ettől a könyvtől, hogy erre nem számítottam, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív meglepetés. Kedvenc új szerző. Kifejezetten ilyen nincs ebből a fél évből. Ami eszembe jutott, a Szabó Krisztina és az Ezüsterbő, amit ebben a fél évben olvastam, de ugye a másik könyvét azt meg az előző évben olvastam, úgyhogy annyira ő sem újdonság, de ezután a könyve után igazából megszilárdult bennem az a döntés, hogy ha megjelenik a következő könyve, akkor biztos elolvasom, szóval ő egy biztos választás, szerintem nagyon minőségi, ahogyan ír, úgyhogy őt végül is idehozhatom.
Új fikció, szerelmek, ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz pont. Harag herceget hozom ide a Gonosza királysága és elátkozott a királysága sorozatból. 9. legújabb kedvenc karakter, ide pedig a The Roommate, vagyis a lakotás könyvet hozom Serena Bowen-től, mert Kieran és Roderick nagyon-nagyon jó fej karakterek voltak, úgyhogy őket nagyon megkedveltem, és nagyon meg is jegyeztem. 10. Egy könyv, amin sírtál, nincs ilyen, viszont az egyetlen szempillantás alatt jutott rögtön eszembe, mert ezzel kezdtem a 2024-es évet, és azonnal 5 csillag lett, és imádtam, és nem bírtam letenni, és ez egy csoda könyv, de egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú könyv, hihetetlenül erős benne a gyász, és nem is gondoltam volna, hogy nekem ez kell, de ez egy csodálatos kötet volt, és kicsit azt érzem, hogy eltűnt ez a könyv, így mióta megjelent, úgyhogy szeretném mindenképpen ajánlani, hogyha bírjátok azt, hogy egy halott lány szemszögén keresztül nézzétek azt, hogyan szenved a családja, és egy autóbalesetet végig bírtok követni lelkileg, mert nekem sem mindig fér ez bele, de hú, ez is beleégett teljesen a fejembe, ez egy nagyon szomorú, de nagyon értékes könyv. 11. Egy könyv, ami boldoggá tett. Nem is volt kérdés, hogy a váratlan szerelem, mert nem beszélek olyan sokat erről a könyvről, mióta elolvastam, pedig ezt is szeretném köztudatba hozni, mert ez a Pioneer Books-nál jelent meg, és ez egy sünis romantikus, úgyhogy olvassátok a sünis romantikust, a sünik nincsenek benne olyan egetrengetően sokat, de a történet szerintem nagyon sokívű, mert a szerelem is és a sünik is a történet legesleg végén jönnek be a képbe, addig pedig egy olyan nőt látunk, akinek elég rossz a családi háttere, nehéz neki az életben megtalálni azt, hogy mi legyen, és amikor találkozik egy idős férfival egy véletlen folytán, akkor egészen új célt talál, és nagyon-nagyon sokat segít ez a két ember egymásnak abban a nehéz élethelyzetben, amiben mind a ketten vannak. Úgyhogy kicsit a könyvlistához hasonlít számomra, ilyen szempontból, hogy látunk egy idős férfit, és látunk egy fiatal nőt, csak itt egy nőt látunk, nem egy kislányt, és hogy hogyan segítik egymást. Nagyon értékes a könyv ilyen szempontból is, és valamiért nekem nem azt a klisés, romantikus dolgot adta, amit a többi ilyesmi könyv, hanem sokkal-sokkal komolyabb volt, felnőttesebb volt, és tényleg sok témát taglal. Szóval léci, ne a váratlan szerelem címen elindulva akarjátok elolvasni ezt a könyvet, mert ezt mindig kiemelem, hogy ez alapvetően nem egy romantikus könyv, az is benne van, de sokkal többről szól. 12. Kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttál. Nem nagyon láttam könyvadaptációt idén. A Bridgertont hoztam ide, mert a harmadik évad eddig eléggé tetszik, de nem olvastam a könyveket, szóval nem tudom ezt hasonlítani. 13. Kedvenc tartalom, amit csináltál, kedvenc videó, amit csináltál. Mostanában, évelején egy kicsit úgy éreztem, hogy unalmas, hogy mindig ugyanazok a videók vannak, és nincs semmi új, úgyhogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi újat hozhatnék a csatornára, mert azért a lehetőségek tárháza végtelen, nekem is rengeteg ötlet van felírva, de hogy mihez van kedvem megvalósítani, vagy mihez érzek ötletet megvalósítani, az már más kérdés. És nagyon örültem, hogy a tavaszi időszakban sok új típusú videót tudtam hozni, azt láttam, hogy ti is értékeltétek azt, hogy nem csak a hagyományos videók vannak, úgyhogy ebből emelnék ki, például amikor ti ajánlottatok könyvet, az szerintem egy nagyon értékes videó lett, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen jól süle. Aztán a Kindle videó, a borítós videó, azok is nagyon tetszettek, mint ötlet, mert rájöttem, hogy én még az e-book olvasásról nem csináltam videót, és ez most aktuális lett, illetve mindig szeretek azokhoz a témákhoz nyúlni, nem állást foglalni, csak felhozni, amik mostanában érintik a könyv kiadást, és például a borítós videó is erről szólt, és politizálás nélkül, mert arról is lehetne, de azt nem szeretném behozni a csatornára, de hogy ezen kívül bármi, ami újdonság is érinti így a könyvipart, az számomra érdekes. Az Alizos videó is nagyon jó volt, ahol ő választott nekem olvasnivalót, mert az teljesen egy pillanat alatt született meg, miután ő eljött ide és azt mondta, hogy videózni szeretne velem, én nem is készültem semmi ilyesmire, úgyhogy jó, hogy ezt kitaláltuk. A könyvtáras videó nagyon-nagyon jó volt, azt ajánlom figyelmetekbe, mert még nem érzem, hogy mindenkihez eljutott volna.
ezt a könyvtár kérte, én igazából csak hoztam egy ötletet, és ők szabad kezet adtak, hogy csinálják, amit akarok a könyvtárban, bármit tehetek, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy a könyvtár felfedezett engem, mert én nem szoktam magamat odatolni, hogy sziasztok, itt vagyok, viszont mivel sok éve járok oda, így örülök neki, hogy most már ilyen közös projekteket is csinálhatok velük. És az olvasatlan csökkentős videómat említeném meg, mert soha nem csináltam még ilyet, pedig mindig benne van az, hogy csökkentsem az olvasatlanjaimat, viszont most ez a projekt így elég jól sült el, úgyhogy ezt meg akartam örökíteni. A következő kérdés, a legszebb könyv, amit idén vásároltál, és igazából nem tudtam ide mit választani, de abban a pillanatban érkezett a csomag, ahogy videóztam ma, úgyhogy azt gondoltam, hogy ebben a videóban bontsuk is ki, mert ez lesz. Ez a két könyv lesz a legszebb, amit idén kaptam. Mit láttok? Semmit. Jó, akkor íme. Hát igen, nézzük is. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a méreggel átitatott varázslatról, de ez bizony a legszebb, amit idén kaptam. Nagyon szépen köszönöm a 21. század kiadónak. És itt van a folytatása is, ami hasonlóan gyönyörű. Ilyen méregkeverőkről, távfőzési mesterekről, ilyesmikről szól, és egy halálesettel kezdődik, és a kis csaj utána mindenféle dologba keveredik. Ez egy duológia, amit szintén nagyon-nagyon értékelek, úgyhogy alig várom, hogy olvassam ezt a kis csodát. És a záró kérdés a booktagben az, hogy mely könyveket szeretnéd elolvasni még az év végéig, és hát igazából nyilván ezeket, meg amiket beszerzek a könyvhéten, illetve azt a hármat, ami még a TBR gyáromban van, a régiek közül, azokat még mindenképpen szeretném, hogy kipipáljam azokat is, nem semmiért raktam bele a TBR gyárba, de egyébként szabad kezet adok magamnak, azt olvasok, amihez kedvem van, és hát most lesz is miből válogatni. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!